migránsokat a Szabadkához közeli Királyhalom egyik gyümölcsösében. Komoly károkat okoznak a migránsok a Királyhalmi gyümölcsösökben. A falu ravatalozóját migránsok törték fel Királyhalmon. Csak néhány szallagcím és esemény, amelyeknek komoly hírértéke volt a napokban. Ezt követően a VMS frakcióvezetője a szerb népképviselőházban számolt be a királyhalmi történésekről, de a faluban tette közös látogatást Vulin miniszter és a tartomány képviselőház elnöke Pásztor István is. Véletlen egybesés vagy sem, de tevékenységet követően most az a hír, hogy Királyhalmon alig halad át migráns, a helytemetőben pedig helyreállt a rend. Az illetékesek a károk helyreállításán és a temető takarításán dolgoznak. Itt volt olyan nap is, amikor 300-400 migráns lepte el a katolikus temetőt. Javul a helyzet. Ugye rendőrség 0-tól 24 óráig a falu területén van. Temetőben szinte egyáltalán most már nem találkozunk menekültekkel. A faluban is csak elvétve egy-két személyt látunk, aki ugye látjuk, hogy nem odavaló. Közben a Magyar Honvédség gőzerővel szakaszonként építi az ideglenes jellegű határzárat. Sorra került az ásott halomhoz közelső rész is, ahol pengés acélról kerítés építése zajlik. A magyar köztévé ma arról tájékoztatott, hogy egy 18 főből álló migráns csoport átvágta ma éjszaka ásott halom térségében a magyar-szerb határon épülő kerítést. Valamennyiket elfogta a magyar rendőrség, amely a velünk szomszédos Bács-Kiskun és Csongrád megyék területén 1500 migráns tartóztatott fel az elmúlt 24 órában. Kovács Zoltán magyar kormány szóvivő ma jelezte, átlépte a 110 ezeret az illegálisan Magyarországra érkezők száma.